kitaláltam a vissza-vissza pillató tükröt. Na. Ami hátul van, hogy amikor hátra nézek, lássam, mi történik előtt. Jó. Nem díjaz a legalábbis a kínai közvélemény egy része. Ez szerintetek miért? Miért történhet azon csodálkozom, hogy engedik, hogy netezzenek Kínában. Innen kezdődik az egész. Két hetente jelentkezik a Jobb Felső Pipa, a Mandiner és a Sportimádók fésületlen podcastja. Folyamatosan frissülő tartalmainkért pedig iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdjük! Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Jobb Felső Pipa, hogy ez mi tulajdonképpen sportimádókkal, sportról fésületlenül, és megérkezett, ami drága Tamásunk. Innen a 12. kerület. Azért nem egészen, mert természetesen Harsanyi Levi itt van, mondanom csak el. És Gaksza Zoli, akarom mondani, a Döglégy. Most a Döglégy. Bocsánat, hívva Dögrováson. Elnézést, bocsánat, csak igen, Zoli, sziasztok. Engem is. Szia Zoli. Megbetegedtem, add át az Zsuzsi. Oké, jókor szól. A Tomin van egy szponzor felső. Igen, abban van. Igen. Rendben. Okay. Jobbulást. Jobbulást. Jövász. Szóval Döglégy, Dögrováson mit csináljunk? Nagyon hiányzik természetesen, de azt gondolom, hogy túléljük. Szóval, a szomszédból? Nem mondjad nekem. Hol voltál? Nem egészen a szomszédból. Figyelj, olyan felső testeket posztoltál. Egészen elképesztő. De miért duplikálta magát? Nem, ez valaki csinálta ezt a képet. De csinos, nem? Tehát azért mit láthatta? Mindenhol ő volt. Azért, mert mi... Egy új vízergép. Minden pálmafa alatt ő volt. Igen, elég rossz hely. Úgy tűnik egyébként. Igen, ez egy eldugott kis szigetecske egyébként, ez Tájföld egyik eldugott szigete. Pedig mi azt hittük, hogy Ausztrália nem vagy, de az Ausz Closedon. Igen, hallottam, jó, mindent adok. És hát figyelj, kegyetlen nehezen megközelíthető, durván egy nap az út odáig, viszont megéri. Most voltunk de ajánlod, én nem voltunk, és tervezzük Tájföldet. Majd megsugom. Jó. Nem publikus. Adásban ajánlod? Adásban ajánlod. Szóval egy elképesztő jó hely, de egy nap az út, úgy kell készülni. Tehát nagyon nehezen megközelíthető, nincs reptér a környéken, nincs semmi, úgyhogy Bangkokig el kell valahogy jutni. Látok, nincs reptér, ledobálnak. Egy szomszédház azért elindult egy kicsit azért keletnek, délkeletnek, annyira nem kellettek, hogy mondjuk elrepült volna Kínáig, mert ha elrepült volna Kínáig, akkor lehet, hogy olvashatta volna kínai nyelvtudás hiányában is, hogy amiről a múltkor sokat beszélgettünk, igen, hogy a Liu fivéreket. Ja. Meglepő módon, hogy azért egy kicsit milyen témát is váltsak. Milyen elképesztő módon, engem nagyon meglepett, hát nem túl pozitív fogadtatás, úgy tűnik, hogy veszik körül, legalábbis a netezők között. Képzeljétek el, találtam elég sok cikket, igen, és kitűnően beszélek, ugye mandarinul nem, de volt segítségem, aki segített abban lefordítani, hogy olyan dolgok jelentek meg velük kapcsolatban a kínai netezők között, hogy hát már hátba szúrták Magyarországot, hogy ez megtörtént majd Kínával is. Köszönjük szépen, inkább ne gyertek, nem várunk benneteket, csak a pénzért jöttök. Ugye volt azért az utóbbi években elég sok honosított versenyző bukkant föl a különféle kínai Team China-kban, és hogy úgy tűnt, hogy ezt annyira nem díjazza legalábbis a kínai közvélemény egy része. Ez szerintetek miért? Miért azon csodálkozom, hogy engedik, hogy netezzenek Kínában. Innen kezdődik az egész. Mondjuk, ebben van valami. Igen, kettő, ugye csipkebokor. Igen. És a három, meg, hogy a netezők világa, abban nem menjünk bele, ugye aki a kommentelő és a neten ilyen szinten, igen, ott van, azt tudjuk, az önmaga lelki mondjuk sivár életét pattintja ki meggondolta. Tényleg az van, hogy indiferens témákban annyira forr az emberekben a rossz hangulat. Igen. Az is, meg a rossz hangulat, meg a világ vége, tehát minden. De amikor így olvasgatok, így néha-néha azért az én is persze nyilván feldobom magam erre a felületre. Elmerülsz a csodás kommentek világában. Kirakott tálételre is azt mondják, hogy honnan van te rohadt szemét. Úgyhogy azt szerintem felejtsük el. Amit szerintem talán érdemes, nem tudom már mit érdemes, de megnézni, hogy aki tudod, elmegy egyszer valahonnan, és majd visszatér. Ez a nagyon klasszik sztori. Akkor azt már nem lehet, azt a úgymond sebet nem nagyon lehet begyógyítani, elfogadni, elmentek. Tök jogos a felvetés, akkor majd Kínát is itt hagyjátok? Érted? Előbb-utóbb. Ez amit, amikor valakivel jársz, nézd meg, hogy szakított, és milyen volt az előző kapcsolataiban, igen, ugyanaz szóval történik minták, majd veled is. Hát nem tudom. Minden esetre ez azért érdekes, és főleg azért érdekes, ugye, mert azt gondolná az ember ebből a nézőpontból, hogy csodás bajnokokat kapnak Kínában, hát, ugye, és adott esetben eredmény szempontból
szempontjából is fontos lehet. Most azért nem mondom, hogy az általános közvéleménynek ugye ez a hangja, de vannak ilyenek, és nem is kis számban is, ugye ezek általában ilyen kínai chat platformokon, ahogy mondod, nem biztos, hogy lehet, de lehet, azért a sajátjukon lehet. Ott ki tudja kiírni. Nekem rosszul esett ezt olvasni egyébként. Nekem ez rosszul esett, ugye? Nekem az esett rosszul. Engem is egyébként megfogott egy kicsit. Igen, ugye megmondom őszintén, hogy ugye olvastam, nekem az egész ügy nem tetszett. Már az elejétől sem. Tehát, hogy már hogy elmentek, már az sem. Már az sem, igen. Tehát nekem biztosan hibáztunk mi is. Tehát tehát az edzőhöz ragaszkodtak, tudom, hát ők ugye a kínai hölgyhöz. Csangcsinglina, ugye? Igen, tehát, hogy nem tudom, az én fejemben sose fordulna meg, hogy így ugráljak az állampolgárságaim között. Vagy jó, azért a sportban ez az úgymond, hogy mondjam, migráció, ez azért ez egy globális jelenség. Tudom, ugye a honosítás azért az egy létező jelenség, és van, amikor egyébként ennek nyertesei is vagyunk. Hát emlékezzetek, pont Nagy Laci esetében, persze, majd kézilabdáról beszélünk, ugye, amikor már nagyon úgy tűnt, hogy olyan régóta él és van Barcelonában, és gyakorlatilag szinte spanyol. Lehetne. Igen. Hogy az, hogy ő sikerült visszacsábítani, és aztán mégiscsak a magyar válogatottban maradt, azt kell mondanom, hogy az ebből a szempontból, hát mondjuk a mi javunkra dölt el, mert örültünk is neki, hogy így maradt. Ez igaz. És azért valljuk meg, ha mondjuk például Djokovic azt mondaná, hogy hát ő azért jön a magyar Davis Kupa csapatba, akkor azért nem csinálják. Épp most néztem a meccsit, meghalázva. Az nem is lenne annyira jó. Illetve? Ott van piros zombi, jó lesz ő majd. De fantasztikus, hogy játszik Djokovic. Beengedték Ausztráliába, pont egyébként Balázs Oldizsre kollégám írt egy szuper cikket, és most fusson ki, merre lát. Tehát, hogy úgy játszik, érted, hogy most bosszút áll bosszú azért, hogy tavaly nem engedtetek meg. De az a tavaly is a vicc, azért most persze nyilván, ne is vegyük ilyen irányba, hogy pandémia jelen, valóságtartalma, a háttere, és igen, és vakcinák jelensége is tartalma, mert nem ez az irány, de azért én azt tényleg korán sem hiszem, hogy egy ilyen típusú és ilyen szintű játékosnál, ha ő el akar indulni, ha nem tudom hányszor nyert, ott nem mondja a hülyeséget, 10 Ausztráliában, akkor nem engedjük be, mert ő nem oltatja be magát, mikor várjál csak, mikor szabad területen játszanak, és ott maszk is elő. Hát de őt ezzel, igen. Én nem vagyok ügyvéd, lehet, hogy neki lehetne menni egy ilyen pernek, hogy ezzel őt szerintem majdnem, hogy megkárosították egy Grand Slam győzelemmel. Hát nagyon valószínű, hogy így, és persze sok egyéb dolog van, és például ő az meglepő módon, most egy kicsit elkanyarodunk, aki a leginkább kampányol azért, hogy az orosz és a fehér orosz teniszezőket ugye például engedjék vissza a Wimbledonba, mert tavaly őket is kizárták, ugye aztán ennek persze voltak egyéb vesztesei is, elvették ugye az ATP pontokat, ez Fucsovics Marci is, hogy úgy mondjam, szenvedő alanyaként. Jól olvastam, ez édesapja valamilyen putyinos zászlóval szurkolt. Köszönöm. Aki hol? Kine? Most Ausztrália Open. Ja. Nem tudom. Magánvéleménye. Na jó, a zászlókra még majd kitérünk, de ha már egyébként Nagy Laci szóba került, meg a kézilabda, hát nem tudunk elmenni, fiúk, nem tudunk elmenni. Hát, kézilabda világbajnokság témája mellett, mert ugye nézzük a számszerű eredményeket. Ugye papíron ott vagyunk a legjobb 8 között, ugye olimpiai selejtezőt játszhatunk. Most, amikor ezt a kis beszélgetésünket itt fölveszük a jobb felső pipában, akkor még nem tudjuk, mit játszunk a norvégok. Akkor ez 5-8. De Tomi tudja, és majd el is de mondja. Tudod? Kérlek, please, tehát mit játszunk a norvégokkal? Majd most itt ma este? Mint azért nem mondom, mert mindenki nézze végig a mérkőzést. Nézze végig a mérkőzést, igen. Lesz az a csavar. Igen, de hoztál valami varázsgömböt, és hoztál magadról a tájfötről? Nem kell varázsgömb, sajnos. Egész jó volt a meccs. Fejfej mellett mentünk, egy-két gól különbség volt ide, egy-két gól. De a végén egy kicsit csúnyább lett. Nézd, ha megnézted, hogy nincs a láza. Beültetted, amikor agy applikációval jött. Kicsit csúnyább lett a vége, de nem annyira vészes. Na jó, oké, szóval akkor ezt most úgy érzem, hogy a dánokkal játszott negyed döntős mérkőzésből következtetted ki, hogy igen. Mi várható itt, mi a skandináv kézilabda kultúrával körülbelül mennyire tudjuk fölvenni a pontosan, harcot? Pontosan, tökéletes. Ha a svédekkel, a norvégokkal vagy a dánokkal játszunk, nagyjából ilyenre lehet számítani, de ez minden idők, ez amit kaptunk, ezt a pofont. Ez elképesztő. Igen, hát 40 kapott gól, ugye 17-tel. Meg nem csak az, őszintén. Tehát amikor a szövetségi edző, a szövetségi kapitány üvöltött, próbálta őket fölébreszteni, hogy ők hol vannak. Aki egyébként egy viszonylag higgadt sávú, hogy a korbatett kezével ugye próbálja is magát higgasztani, mert néha azért ő is kap egy sárgát. Persze. Én sem láttam egyébként még ennyire magából kifordulnak Csamát. Egyszerűen és nem tudta valamiért úgy motiválni a csapatot. Én azt éreztem, hogy tompák vagyunk. Igen. Tehát ez sok
minden oka lehet, bocsánat. Tehát lehet edzésmódszertani hiba is, hogy lehet, hogy fáradt volt a csapat valamiért. Két napot pihentek. Tudom, a pihenő napot tudom, de nyilván volt edzés, mert edzést kellett lennie. Ja, hát érted, hogy valami szokott játéknap történni. Játéknap nem volt, igen. Igen, tehát valami nem stimmelt. Attól függetlenül nyilván dánok jobbak, tehát de senki nem vitatja. Én félek, hogy te így hallgatsz. Ebből valami robbanás lesz. Jaj, nem, kérlek. Az jóba is vagyok, nagyon sok játékos. Hát persze. Nagyon át kell gondolni, hogy mit mondok. Na nem, itt nem kell átgondolja. De csak nem, mert az egy rövid életünk van, nem mondjuk is szerintem azt, amit gondolunk, mert akkor abból kapcsolatok is felbomlanak, meg az életet sem lesz olyan. Én azt hiszem, hogy ha dicsérni kell, ugyanúgy vagyok a gyerekeim, akkor dicsérem, ha viszont szídni, akkor azt is el kell mondani. Ez ön alul, ez egy gatya. Ez nem lehet szerintem adni a nevünket. Főleg úgy, én mint magyar ember mondom azt, hogy ugye tudjuk a Harsányi, Batthyány, Széchenyi, tehát az viszonylag régi a Harsányi név is, hogy mondom, hogy ez nekem mint magyar embernek fájt. És nem a fiúk ellen, hanem pont a sportág mellett mondom, amit mondok, hogy amikor mi a mi pénzeinkkel, már a mi adóforintokról beszélünk, ugye? Amit, nem akarok belemenni ilyen demagóg dumába, de tényleg a mi pénzünkön fenntartott klub játékosok, akik ugye itt kapják havi pénzt a magyar klubokban, a java, utána elmegy és a nemzetközi tornán a saját válogatottjában ver minket rommán, mert amit jól mondja Tomi, ki lehet kapni, az, mert mindig vagy kikap az ember, vagy veszít, hát néha van döntetlen. De tehát ki lehet kapni, de nem így. Tehát én azt mondom, én mondom őszintén, hogy különösképpen a második félidőnek így az első szakaszában, amikor látszott, hogy itt valami tényleg, amit te is mondasz, tehát valami olyan blokk volt, én azt mondtam, hogy nincs olyan, hogy jön az, vagy valami, vagy bedobom a törül között. Komolyan mondom, azt éreztem, hogy most le kéne vonulni, mert egyszerűen ez egy megoldhatatlan helyzet. Tehát innen ez csak rosszabb lesz. De te voltál sportolók közülünk, nyilván azért Tomi is azért egy szinten, hogy ilyenkor van olyan, hogy az égvilágon semmi nem jön be. Olyan nincs. Nem tudom. Egy csapatjátékban olyan nincs. Én is azt gondolom, hogy senkinek semmi. 15 embernek semmi? Igen. Olyan nincs. Na, hát nem tudom. Szóval tényleg a dolog azt kell mondanom, hogy rémisztő volt, és az ember valóban számolta a perceket, hogy úristen, ez valószínűleg a leghosszabb ilyen jellegű hatópez. Kiváló szakemberek vannak, embertelen pénz van a sportágban. Azért mondom, tehát biztos, hogy a szakképzés, biztos, hogy az edzés. Lehetne keresgélni az okokat a játékosaink mondjuk így, hogy úgy mondjam, küllemétől, tehát ugye, hogy nem szálkások, hogy nem azt látod, amit mondjuk a skandináv csapatokon, vagy Európa vezető nemzeteinek a játékosain látsz, hogy megszakíthatatlanok, hogy olyan elképesztő dinamika. Erről 20 évig nulla eredménnyel, vagy van ilyen, hogy az asztalon, amikor tele van. Vitálkapacitás különbségtől elkezdett, csomó mindent látsz, és már bocsánat, a kézilabdának a játékmódja is. Tehát én úgy láttam, hogy mi mintha egy nem egy mai ós, modern kézilabdát játszanánk. Nagyon régit játszunk, de ezt meg is mondom, Borsos Attival is beszéltünk, hogy egyébként más kiváló szakemberek is azt mondják, hogy ez a magyar játékstílus. De hát én értem, de ha én mondjuk papírra írok töltőtollal 1814-ből, és most 2023-ban, akkor lehet, hogy érdemes venni egy számítógépet, nem meg egy klaviatúrát, gondolom én. Igen. És nem őket lebecsülve, mert szerintem egyenként, egyénenként minden egyes játékosunk mutatóban mi egyébben jó. Sajnos észre kell szerintem venni, most nem akarok én okoskodni, hogy miért teszem ezt, de hogy lerohannak minket, de mindenki. De figyelj, de annak lehet-e köze mindenhez, ugye érdemes megnézni egyébként például a Veszprém, vagy mondjuk a Szeged kezdőit, ugye egy pár hónappal ezelőtt igen. A Bajnokok Ligájában. Nézd meg a lengyel blokk ellen, hogy néztünk ki, hogy abban hány magyar játékos van a kezdőben? Veszprém. A magyar csapat itt? Veszprém. Jó, és a Szeged kezdőjében ugye Elverum ellen, a jól elverumtak minket. Szóval, hogy ott, Bodó Rihárd és Máhidi Bence. Tönesszen, az Békés Csaba. Ott Kent Robin. Na most érted, tehát itt az ember rögtön azt gondolom, hogy amikor próbálja itt a gyökerét a problémának nézni, akkor ott azért ez fölmerül, hogy vajon a klub kézilabda érdekei az, hogy egy Bajnokok Ligában te meddig juthatsz el, és milyen külföldi játékosot veszel meg, kontra válogatott, az vajon hol van? Szabálymódosítás kellene, és ezt azt gondolom, Magyar Kézilabda Szövetség kezdeményezhetne egy szabálymódosítást Magyarországon lokálisan. Lokális. Azt mondhatná, hogy nálunk legyen úgy, hogy egyel több hazai játékos legyen a pályán, mint külföldi. Mert hogy senki nem kerülnek mondta, be ne a kispadról, ugye? Így tehát van. Az a probléma, hogyha volnának is. Tehát kevés a játékperc, ez lesz belőle. Uh-huh.
ha kevés a játékpersz, az lesz belőle, hogy kimenjünk egy nemzetközi kupamérkőzésre, hát... egy világbajnokságra, vagy Európa bajnokságra, és sajnos nem ugyanaz, mint az a játékos, aki végigjátsza az egész bajnokságot. Sem edzettségi szinten, se taktikai szinten, se személyen szinten, mentálisan is. És ez nekünk fáj, hagyd mondjak el, akik imádják a sportágat, és ott áll, ülnek a fiatal gyerekek, egyrészt nem motivációs sztori, de hogy nek, tehát, hogy ha semmi gond nem lenne, szerintem azt látnánk, hogy estek keltek mindent megcsinálni, de hogy még az igen, sem igen, nagyon... Igen, nagyon történt. Igen, hát leginkább a, hogy mondjam, a meghalni akarok a pályán, bármi történik, mentalitás, amit pont tegyünk már egy jó példát ezzel ellen, tettje a magyar férfi labdarúgó válogatott, aki szintén eddig ilyen kicsit hitehagyottan ment ki játszott. Már ugye mindig a himnusz, már a himnusznál láttuk, na ezek már, de igen. Igaz, igen. Ott, igen. Nem a himnusznál már, mikor kiárad. A játékos kiáradban? Lóg a fej, kicsit és már Marco Rossi valóban. Ezt mondom, ezt mondom, és betettem mindegyiket egy mosógépbe, mindenkit mindenhol átmosott, de tényleg agyilag, és nézd meg, hogy hogy megyünk ki, és pariba vagyunk franciákkal, németekkel, angolokkal. És ez ugye, amiről mindig beszélnek a sportban, nyilván a világban mindenhol, de hogy itt mennyit számít az, hogy, hogy mit gondolsz, én hogy, hogy véled. Edzői na, azért, azért vegyünk vissza. Aki, de vagy neki edzői, van olyan, hogy van. Vagy majdnem edzői, vagy majd egyszer leszek edzői. Szóval, edzői neki rendesen komoly licenszavad. Ilyenkor. Papírod van róla? Hát, még nincs, de majd lesz. Veszünk. Hova tart ez? Van neki, érted? Van neki, na milyen van neki. Most képzeld el, hogy tehát, hogyha én lettem volna a szövetségkapitány helyében, az időkérés egyszer rendben volt. De az, hogy nem látjuk, és pont azt hiszem, a szakemberek is bent a szünetben arról beszéltek, hogy legalább ütközzünk, legalább egy kicsit üssünk oda, vagy valami történjen. Egy kicsit olyan volt, úgy mentek át, hogy akartak. És az lett volna, hogy nem, most komolyan. Tehát, hogy az lett volna tét, hogy 15-tel 20-szal kell nyerni, akkor 20-szal nyernek. Tehát ez volt az érzésem. Semmi ellenállást nem tudtunk tanúsítani. Én még így nem láttam a magyar váltottat, sajnos. Vagy szerencsére. Hála az én. Na jó, reméljük, hogy sűrűn nem fogjuk így látni, és hát ugye beszéltünk arról ugye, hogy milyen nevek, meg hol, meg egyebek, hát azért van a nemzetközi porondon például egy olyan hölgy, spanyol a latin neve van, és oda is való, Kolumbiához, Shakira! Hey! Hogy jön ide Shakira? Shakira, Shakira! Hát ez a Shakira Piqué sztorit nem tudjuk, sajnos nem tudjuk kikerülni, tekintetlen arra ugye, hogy mégiscsak egy nemzetközi labdarúgó sztárról beszélünk. Igen. Ugye volt férj, vagy legalábbis a vállófélben lévő férj kapcsán. Mondjuk, hogy volt férj. Volt férj. De az a végkitő tárgyásokat megnézném. Őrület. Ugye legutóbb, ja hát és ő ez, itt a... Ez a új. Ő itt az új. De ugyanúgy néz ki. Szerem. Azt megfigyeltétek, hogy sok esetben kicsit Piqué vagyok én fiatalon. Mert azt megfigyeltétek, hogy amikor szakít az ember, szakít nagyon sok esetben, nem tudom hány százalék van, kicsit úgy... Nem, igen, kicsit az előzőhöz hasonló, akár férfi, női új partner, vagy ez egy meglepő, vagy ha szőke volt, sokkal akkor rosszabb, egy, csak akkor egy, és sokkal csak rosszabb, is. Volt egy csinos szőke, mikor csaj, lesz egy nagy tehéke. Na jó, van azért, ugye Clara Cimartiról beszélünk, csak hogy ami még nem olyan híres, mint Shakira, nem tudom, lesz, hát Piqué mellett olyan. Még. De képzeljétek el, hogy az igen, még, de most ugye mit mond ez a egyébként valóban világsztárének, és szerintem Shakirával azért nincsen probléma, csak a vaka-vaka miatt, de akkor találkoztak annó egyébként Piquével, de hát ugye egy sértett nő, a bizonyos szempontból érthető, mert azért úgy kitűnt, hogy azért nem tegnap indult el ez a kis liaison, ezzel az ifjú hölgyel, és képzeljétek el, hogy ugye akkor jelent meg a legutolsó beszélgetésünkről ugye az a klippecske, ami gyakorlatilag az volt a 200 millió átlar szerintem. Hát mert örülnek neki, mert visszavágott, leírta. Hoztunk nektek egy szövegleíratot, hogy mit ír ez, ami drága Shakira. Nem szeretem, ezt az utólag rossz voltál. Nagyon szerint van járunk, ugye egy zeneszerzőnk, szövegírónk, úgyhogy mit gondoltok erről? Na. Szóval azért nézzük csak meg, hogy mit mond ez a drága asszony? A dalom nincs meg bennem, de bocs, már elcsíptem egy másik gépet! Nem jövök vissza, nem akarok több mérget! Annyira te persze, hogy bajnoknak mutasd magadat, amikor kellettél, a legrosszabb verziódat adtad. Na, igen. Igen, nőstény farkas, mint én. Sáki azért az erős volt. Nem való olyan srácoknak, mint te. Állj meg meg néni, hogy mire gondolt a költő. Jó? De eddig jó volt. Egy olyan nőstény farkas, mint én, nem való kezdőknek. Hoppá, olyan kezdőknek, mint te. És azért szeretném kiemelni, ha nem haragusztok, azért én itt felfedeztem valamit, tehát... Na,
lecseréltél egy Ferrari-t egy Twingo-ra, lecseréltél egy Rolex-et egy Casio-ra. Oda néz! Azt tudjátok, hogy azóta Piqué azóta leszerződött a Casio-val, és megérkezett egy Twingo-val egy találkozó. Ezt halál komolyan mondom. Most ez most mi? Ez most aljas vagy ügyes? De úgy hallottam, két nagy szponzora lett a Piqué-nek. Na, hát hogy lett. Egy Casio, a másik a Twingo. És aztán Piqué is beleírt egy sort, hogy túl nagy voltam már neked, ezért van egy magad fajta veled. Túl gyors a tempó, lassítani kéne. A pályán. Hát de várj, nem biztos a pályán. Hát most itt valami van. Nincs harag kicsim, kívánom legyél jól el a feltételezett cserémmel. Igen, és akkor a klasszikus, amikor senki ne figyelj most itt, ugye amikor valaki elmúlt mondjuk 20-30, mondjuk 40 is talán, vagy 50. Elmúlt 20, igen, elmúlt az a felérek 22 évessel. Ja, igen. Erre majd csinálunk egy esti műsort, és akkor erre válaszolunk, hogy nem. Hogy nem. Tehát az sokkal jobb a 44-es. De várjál, azért megvan a Piqué-ről a véleménye az agyi kapacitásáról is. Figyeld most. Na, mennyit vagy az edzőteremnél, néha egy kicsit agyra is edzernél? Szegény, nem már. Hát most figyelj, ez a hálószobában vagy otthon egymás dühösen, egymás fejére csapkodják, mert ugye kolumbiai. Van azért a temperament. Illetőleg egy spanyol, tehát nincs is miről beszélni. Tehát ott azért, gondolom, azért elhangzottak. Na, szóval, igen, a kérdés az ez, hogy ez nem durva egy kicsit a Shakirától? De, ez durva, igen. Ez rá fog ragadni Piqué-re? Ezt viszi magával szerintetek? Vagy lerázza, mint kutya a vizet? Szerintem pont az ilyen szakításoknál szerintem, most tapasztalatból mondom, hogyha az egyik fél teljesen elveszíti a fonat, most ugye Shakira is teljesen ki van, vagy mindig az egyiket viseli meg jobban, mint hogy egy kapcsolatban is mindig az egyik jobban szeret, mint a másik. Ha ők most szakítottak, megtörtént, ami nyilván elvileg, mert nem tudjuk Shakira előéletét, nem akarom megbántani, de hát azért, na szóval szerintem az eső minden teraszra esik, tehát lehet, hogy most Piqué tűnik nagy megcsaltnak, vagy megcsalónak, de... Hát ez ugye ténykérdés, ez oka, nagyon nem... Tehát, mert nem tudjuk a részvészeteket, mindenek oka van, de szerintem kihathat rá, de most az esetben nem. Lesz akkor trend a szakítódal? Vagy a beolvasódal? Nem. Trending. Nem lesz. Vagy de 11-es neki ajánlí. Tudod, hogy... Az én olvasatom, jól mondja Levi, az én olvasatom egyértelmű, egy nagyon-nagyon sértett, és jogosan, nagyon megsértett, megbántott, megalázott Shakirát. Ne fokozd. Igen? Igen. És van egy férfi, aki viszont éli tovább az életét. Erre magasról tesz. Tehát ez most, egy nagyon kellemetlen sztori. Azt kell mondanom, viszonylag sok van ebből így nem, hogy a világon, ebből a típusú felállásból, a környezetünkben. Oda-vissza, gyerekek, és ha igaz az a hír, hogy van ez a, hogy hívják ezt, aki mindig visszajön? Karma, ugye? Na, hogy ha ez létezik és jön, akkor egyszer ez majd kopogtatni fog Piqué ajtaján, és akkor viszont... És lehet, hogy a most fiatal 22 éves egyszer csak azt mondja, hogy... ne feledjük, mindent, amit adunk az életben, azt úgy, ahogy van, kapjuk vissza. Hupszilino. Tehát ezt azért ugye a fiatalok felé. Figyeljetek, egyet azért mindenképpen tudnánk mondani. Na. Fel a fejjel, Piqué, nem? Nézzétek csak, figyeljetek. Ja, óriási! Hupszilino! Igen. Hát legközelebb le is vették, ugye. Visszapillantó tükröt nagy volt. Minap láttam két fiatal. Ilyen gyorsan le lehet venni a busznakat. Látod. Nem ilyet rendeltek? Piqué miatt? Barcanak, vagy Piqué ezt közeli csapat, igen. Igen. Nekem van egy újításom az autóiparban. Mert tudod, mindig ezen megy a vita, mit lehet még kitalálni az autóm. Én kitaláltam a vissza-vissza pillantó tükröt. Na. Ami hátul van, hogy amikor hátra nézek, lássam, mi történik elő. Ez jó. Tehát igen. Hátra is szerelék, csak ami... Tehát elő már mindenkinek van. Nem tudom, de ne tartsd úgy a tekinteted. Tehát ez nem egyszerű, nagyon egyszerű, nem? És az milyen hasznos legyen, hogy bele is néznek ezekbe a tükrökben, nem? Aki autóban hát látod, tehát a Piqué belenézett közelről. Elég rendesen. Jó, elég közelről rendesen. A minap megyek Budapest egyik fő útvonalán, és megyek rendesen a sávomban. Rendesen? Tehát nem őrült, tehát nem ahogy szoktam klasszikusan a buszsávban, hanem rendesen, egy normális sáv. A villamos rendesen a váratlan helyzet, hogy mész, fogom a kormányt, majdnem eltöröm, és azt látom, hogy valaki jön közel hozzám. Egyszerűen fék duda, nem vicc, egy centire. Egyszerűen tehát tőlem egy kis fehér autóban egy nagyon fiatal, kellemes hölgy, és látom, hogy beszél valaki, nagyon nagy baj, tehát egy ilyen agyhalott még belém is, és közben a kutyájával, aki az anyósülésen ült, beszélgetett, majd mellé álltam, de tényleg majdnem román tört, jobbra nem tudtam menni, autóparkba, igen, és ablakot leúszta, és talán sem, mint egy ilyen, nem tudom, amerikai, nem tudom, én szappanopály, bocsi,
Nem mondtad neki, hogy cacib? Vagy valami? Ez nem én vagyok, hanem az egy másik rádiós dolog. A dolog lényege, tehát menj, ja. Szóval, hogy gyerekek, ezt most nem tudom, most hittem, jaj, emiatt mondtam. Szóval a kocsikban kellene azért egy-két olyan plusz extra, ami megkönnyíti. Van ilyet, el lehet hozni Dodge-em, tudod, azt a nagy ilyen gumi körbe védi a kocsit. És akkor nem lesznek nagy ütközések. Hát lesznek, de legalább elpattan valameddig, aki hülye. Ja, hát szóval minden esetre egy biztos, ugye vannak fájdalmas szakítások, és vannak nagyon érdekes szakító történetek. Képzeljétek el, mondok nektek egy érdekeset. A Salernitana edzőjét kirúgták. Hát miért rúgták szegény? Kaptak egy 8-as, 8-2-re kaptak ki, kérlek szépen. Ugye Davide Nicoláról beszélünk, és mi történt? Elbocsájtották, mert itt az Atalanta utáni vereség. Van külföldön valaki nagy vereséget szemed, akkor kirúgják az edzőjét. Előfordul. Vagy magyarul, külföldi. Na, de itt nem ért véget a történet, és ebben ez az igazán szép. Elkezdték keresni az utódját, senkivel nem tudtak megállapodni, de. Illetve így aztán két nappal a menesztés után felhívták Nikolát, hogy esetleg visszajönne. Na jó, de mit mondott? Igen, az a kérdés. Igen, mondott. Igen. A hülye. Azt mondta, igen. Tomi, ezt el tudod képzelni? Nem. Na, de most komolyan. De tényleg, az edzői széket közelről ismerő. Hát figyelj, valakit elnézést kirúgnak. Szerinted két nap múlva... De milyen... Lehet, hogy más feltételekkel, mert bocsánat, lehet azt mondani, jó. Ilyenkor sértettem be, de visszajövök, de voltam már rendezvényen, nem hívtak, de ilyen mondat csináltok okból, de tényleg ők is éreztük, hogy ez butaság. Mindegy, lement, nyilván lehet helyettesíteni mindenkit, engem, téged, bárkit. Lement a rendezvény, majd hívtak egyéb, hogy nem jött be a tavalyi, mégis te kell lenni, és mondtam, hogy egy szor kettes összeget. Szóval kicsit több. Hát de beleszámítom a múltkorit is, de nagyon jó fejek voltak. Hát igazad volt. Tehát lehet, hogy elküldték, most úgy jött vissza, igen. Nem tudjuk. Na jó, hogy... De most akkor a következő meccsen 2-8 lesz? Tehát akkor ez garantálja, hogy akkor esetleg sikerül megfordítani? Hát szerintem az ilyen, az elbocsátásoknál, amit sok esetben nem vesznek talán figyelembe, hogy oké, én most elküldöm a Tomit, mert szerintem nem jó edző. Sose tennék ilyet. Na jó, de én csak akkor küldöm el a Tomit, csak akkor küldelek el téged, ha a helyedbe legalább, nem is olyat, hanem jobbat tudok. Azért nem küldelek el. Na jó, de szerintem lendületből rúgták el 8-2 után, azt mondták, hogy akkor kívül tágasabb, de aztán utána az ad vissza a babaruhát. Soha nem szabad azonnal várni kell, számolni. Nagyapa mondta, hogy egyet aludj rá, és unokám is. Így, jól beszél. Én azt gondolom egyébként, hogy az edző visszamegy. Most ugyanabban az öltöző beteszi a lábát, ahol már tudták, mennyire hogy fogják játékos, komolyan venni a játékosai? A fél csapat eleve utálja az edzőt, mert az kevesebbet játszik, vagy nem játszik, vagy ez csere. Általában egyébként az edzőknek ez a státusza? Tehát a fél ne. Csapat mindenképpen utálja. Ugye ezt jobb, hát, ha ne legyél, ha ez, akarsz edző lenni. Ebben a formában nem igaz, de vannak olyanok, akik nem kedvelik az edzőt, mert úgy gondolják, hogy nekik mindenkinek az egója magasabb, mint ahol tart. Tehát azt mondja, mit képzel, hogy nem én kezdem, az a hülye játszik helyettem, tudod, ez megy. Tehát magyarul most ő visszamegy az öltözőbe, tehát azok, akik örültek, és lehet, hogy pezsgőt bontottak, hogy a végre megszabadultuk az edzőt, szerinted milyen szinten tudnak újra együtt dolgozni? Szép lehet. Lehet, hogy nem is figyeljük, és úgy jön be, voltunk egyszer mi úgy egy esküvőn, hogy elmentünk a külön terembe a vőlegény, a férj jó barátai, és bejött a férj, miután már megvolt az igen, igen. És ment a nagy örületes buli, és felmelte a poharat, és a drága barátaim, ti vagytok a gyerekkori legjobb cimboráim. Na most azért, mert én megházasodtam, senki ne így, hogy nem fog bulizni, hogy nem fog felnőtt tartani, filmeket nézni, és nem nyúlok magamhoz, nehogy azt gondoljátok, vagy megfordul, és ott áll a felesége. Kicsi, mikor jöttél? Ebben a pillanatban. Jaj, de szeretlek. Tehát, hogy igen, azért... Válogassuk meg, lehet, hogy sokan mit? Utálták, sőt, valószínű, benne az öltözőben, ott akkor az kell majd egy arc, hogy visszajött, de örülünk. Igen. Hallottam és már szebben is. Igen. Nagyon örülünk, hogy visszajött. Igen, tudod? Igen. Egyébként előtte van a kép, amikor a 8-ast bekapták a 8 gólt, és kikaptak nagyon, hogy a főnök, a klub tulajdonos, igazgató bárki fel mérgében, azonnal kirúgom ezt az ő hülyét. Mert ez szokott történni kis Magyarországon, kis csapatoknál. Nagyobb csapatoknál nem annyira, ott másképpen más sportákban is. Másképpen rúgnak ki. Igen? Ott van egy egészen más metodika a kirúgásra. Na jó, ezt hagyjuk is. Minden esetre, hogy fogadják majd ugye a nézők a leláton ugye a bukott majd visszafogadott edzőt, ez is egy nagy kérdés. Igen. Ezért a szurkoló sok mindent eldönt, és hát a szurkolóknak sokféle gondjuk lehet edzővel, csapatokkal, vagy éppen az, hogy mit engednek
be például a lelátókra. Ugye az utóbbi időben, az elmúlt napokban pontosan ez borzolta itt a kedélyeket, ugye most azért elindul a tavaszi szezon, hogy ugye kiderült, hogy a Nagy Magyarország történelmi és az összetartozás történelmi jelképének számít a Nagy Magyarország jelképe transzparenssel, illetve zászlóformájában nem lehet bevinni a lelátókra. UEFA döntés. Igen, UEFA, illetve FIFA, illetve egész pontosan ugye a FARET döntése, ugye, ami egy, hát egy olyan szervezet, elég nehéz igazából tudni, látni, persze mi is írtunk erről bőségesen a Mandineren, hogy vajon kikből lettek ők, miért lettek, alapvetően ez a feladatuk, hogy a mindenféle akár rasszista, akár uszító megmozdulásokat megpróbálják megakadározni a nem tudom, ügynökeik, ki tudja, minek kapcsán hát a helyet. Helyet foglalnak a leláton. Szóval most ugye itt volt egy kicsi desfut abból a nézőpontból, hogy ez az MLS akartai, hogy nem, kiderült, hogy nem, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetségnek nyilván semmi problémája nincs ezekkel a szimbólumokkal. Azt is kihangsúlyozták, hogy a ruhadarab, mint például a sál viselése, az természetesen olyan terület, amelyet nem akadályoznak meg, sőt, ugye nem is vizsgálnak, tehát ott mindenki azt visel, amit akar. Volt ilyen is a közelmúltban. Például Magyar-Görögön, én úgy emlékszem, de valójában ugye azért kell erre vigyázni, mert egy újabb esetleges zárt kaput kockáztat. Hát meg egyebeket. Felület, szerintem egy új felület, amiben le lehet kötni. Talán az van, ugye, ha valaki látta ezt, a múltkor mondtuk, ha nem, akkor ajánljuk, hogy nézze meg a FIFA filmet, pedig szolgáltató lehet. Azért sok minden kiderül, és akkor megint akkor egy ilyen... Árnyalja egy picikét, hát, azt mondod? Hát hitelességét azért erőteljesen megkérdelezem, amikor tudjuk az UEFA és a FIFA berkein belül. Nyilván tisztelt a kivételnek, de azért tudjuk, hogy alapvetően mi történik. Igen. Én szerintem ez most kicsit bolhából elefánt, hogy ezt bizonyos olyan önkényű, ami jelképek, nem tudom, ahol hát tényleg... Igen, hát nem tudjuk, hogy például azért Horogkereszthez, hogy lehet egy napon említeni egyáltalán egy történelmi jelképet. És még oly sok minden mással, ami egyébként ezen a FARE listán, hiszen erről van egy hosszú lista, ugye rajta van, tulajdonképpen valóban, hát, ugye ábrás megjelenítéssel. Én nem kívánom, hogy egy nemzet is átmenjen azon, mint mi. Tehát az, hogyha ilyen sebek vannak, azok a klasszikus, az nem gyógyulnak be. Lehet ezeket felejteni, de feledni soha. Tehát, hogy ez egy ilyen, legalábbis én úgy egyébként hiszem. Az MLS, és ezt ugye Sányi Sándor elnök is nyilatkozta a maga részéről, tényleg minden erőkkel megpróbál tenni azért valamit, hogy egyébként a Nagy Magyarország zászló, mint jelkép kikerüljön ebből a bizonyos tiltott jelképek listájáról, mert én is azt gondolom, mondani, hogy ez emberi, nem oda való. Valahol, bocsánat, ez egy emberi jogoknak a megsértése. Hát a, én nem tudom, a múltadat eltörölni, persze. Pontosan, én a saját országom, ahol én nevelkedem, annak a volt ekkora országunk, sajnos, hogy volt egy Trianon, és azóta már nem ekkora. Tehát bocsánat, egy elképesztő, csodálatos, hogy itt élünk, és mi büszkék vagyunk a hazánkra. De ennek a megnyilvánulását én nem értem. Igen, nem itt érzem ugye arról van szó, hogy az UEFA, illetve a FIFA ugye arra törekszik, hogy minden nemű politikai üzenetet távol tartson, és ugye miután fölkerült a FARE listájára, ugye ez a jelképesztő, úgy minősítik, hogy ez egy politikai üzenet, mert ilyen lehet a Free Tibet, vagy még ezerféle mindenféle más dolog, és ugye azt akarják, hogy ez ne adjon okot arra, hogy bármi nemű politikai elem megjelenhessen, mondjuk kérdezem, hogy a BLM és a térdelés vajon akkor mit keresett itt az elmúlt időkben a pályákon, ugyebár, ha annak nincs semmiféle politikai üzenet tartalma, vagy nem hordoz ilyesmit. Szóval ez egy érdekes kérdés. Minden esetre azért az fontos tudni, hogy mindenki olyan sálat visel, amikor akar, és amilyen akar. Nem csak tényleg lehet sálat viselni. Ruházaton is végül is nagyjából szabadság az, ugye az abszolút az egyéni szabadságjogokhoz tartozik, hogy kivel öltözködik. A mély szurkoló táborunk meg fogja találni. A magyar lesz ilyen okos és ügyes, hogy esetleg furfangos módon kitalálja, hát okozba, nem transzparenseket. Okozba megoldjuk. Tehát azért. Hát most így nagyon visszamegyünk a történelme, hogy Egyesült Államok Mexikó területi, most kézzel a Mexikó, mondjuk megjelenne egy olyan vagy Spanyolországba, Katalónia, hát szóval persze. Hát na, mindegy. Igen, szóval, igen. Értem a törekvést, meg valahol... Csak rossz. Igen, szerintem van ilyen köz, van egy, aki minden esetre egy biztos, hogy ne, igen, semmi esetre sem lenne szerencsés mondjuk kockáztatni egy következő zárt kaput, mert ez akkor azért tízezrek szenvednének, és nyilvánvalóan azért a válogatott szempontjából sem mindegy, hogy teltház előtt játszik mondjuk a Puskás Arénában, vagy nyilván éppen zárt kapu előtt, vagy olyan teltház előtt, ahol esetleg gyerekek töltik meg a lelátókat, mert mi azért ezt is kitaláltuk nagyon ügyesen. Igen, de a Csányi úrban én hiszem azt egyébként, hogy ez a törekvés meg lesz.
hogy amit ugye mondtál az előbb. Igen. Én hiszem azt, hogy a labdarúgó szövetség kellően tudja képviselni azt, hogy azért bocsánat, ez nem ugyanaz a mint kategória. Igen, csak tudod, hogy ilyen, bocsánat, hülyeségek miatt kell oda menni és elmondani, hogy ez rossz. Tehát, hogy nem igen, ide való. Tehát akkor... a kiállás, meg tulajdonképpen a tisztánlátás az, hogy értség, egy kicsit talán bele... Hatosan. Igen, szóval azért azt gondolom, hogy egy fontos dolog. Jó, hát ez nekünk ugye, ha Trianonra gondolunk, nyilván keserű téma, de hogy ne ilyennel zárjuk ezt a dolgot, a mai kis összejövetelünket. Igen. Külön díjat kaptatok már? Igen. Ilyen, olyan, hát olyan ilyet, külön igen, díjat? Persze, egy párat. Igen. Egy párat, jó. Oké, egy egészen különleges külön díjat sikerült egy, hát egy kis labdarúgó futszáltornán. Kristálycukrot kaptak, egy kiló kristálycukrot kaptak ennek a futszáltornának. Most már kristálytisztán értem. Tehát ez, én nem láttam, mi van a bal kezén, de most a már láttam. A bajai futszáltornán egy meglehetősen exkluzív szinte elérhetetlen ajándékot, egy-egy kiló kristálycukrot vért. Hát figyelj, nagyon magas labda, tehát főleg, hogy fogsz, hát várom a sajttornák megjelenését, amin a bevállaltam. Sajtótornak. Bevállaltam egy ilyen mondjuk ársapkás tojást, és vettem meg még sajtot, és egy szatyor nélkül mentem ki az utcára. Hát... Szerencsére nem támadtak meg. Na de hogy azért ez nyilván vicc, vagy nem, vagy tényleg, mi ez? Gondolom. Jó, hát csak nem volt humor, aki kitalálta, vagy nem olyan humor. Ez nem egészen olyan azért, mint amikor 1984-ben Szabó Katéék a Déva jegyzőtáborból üzentek nekünk, hogy kisjányok, hozzatok már cukrot, meg minden lisztet esetleg, meg amit tudtok, mindegy, csak hozzatok, mert itt nincs. És tényleg nem volt. Az egy kicsit más. Az ilyen diak, ott egyszer egy olyan díjazás, képzeljétek el, feljön egy szervező, hogy Levi ráérsz ekkor és ekkor, nem tudom, lesz egy ilyen díját adó, és hát egészen jó helyen vagy, konkrétan finoman utalást tettek. Jó helyen. Ma az mit jelent? Nagyon jó volt. Tehát magyarán, hogy nem mondhattál, hogy én nyertem. Mondom, miről van szó? Figyeld, az év legszebb szemű műsorvezetője. Azt te vagy? Hát voltam. De arra ugyanak, ez a muszáj kacagam. Mondjuk, de amikor nem cserélted még le. De ez nem múlt el, azért ezt nyilván látja. Nem. Visszatérnék önmagamhoz, hiszen szeretek magamról hosszan beszélni. Hogy is mondom, ez vicc, hogy nem érek én erre. Nem, konkrétan ez van, nem hiszem. És 100 000 forinttal is jár. Hova kell mennem, mikor, és tényleg. És ne vegyél napszemüveget. Semmi esetben. Ismersz, látod, nem egy-két hete napszemüvegbe vettem át, és nagyon megköszöntem mindenkinek, és megkérdem, tapsoljatok, hogy itt vagytok a teremben, mert igen, és ők is, igen, bravo! Köszönöm szépen, és akkor Léa zsebbe, hogy a Zoli mondaná, és már mentem. Jól szóval van, fiúk, jól van, a lényeg, hogy igen. Te kaptál hülye díjat? Hát nem, de egy díját adom voltam kézek. Legszebb fülű. A legjól fésültem, rockstar. Megérkeztem a helyiségét, késésben a hátsó ajtón osztak be a színpadon. Nem létezik. Korom sötét, nagy fény. Mondom, a korom sötét, de ma lesz itt fény, mindjárt lesz. Mondom, addig elmondtam egy viccet, amíg a esküszöm. És fölkapcsolódott, csak egy roma viccet meséltem el, és fölkapcsolódott a villany. És csak velem szemben. Azt hiszem, hogy átléptük a nem túl piszi kategóriát. Édes drága Tamás, az élet az ilyen dolgokat produkál. Szóval akkor kristálycukorral teli édes perceket kívánok. Ja, köszönjük szépen. Jobb felső pipa jön legközelebb is. Így van, és a kommentet egyébként lehet írni. Zolikának jobbulást, mindenféle. Várjuk természetesen, nagyon-nagyon sokat írtatok, úgyhogy... Lehet anyázós is. Bármi lehet. Mindent örömmel fogadunk. Akkor anyázzátok a Levit. Levi szereti. Hát nem engem. Na jó, köszönjük. Sziasztok. Arrivederci a Róme. Megyek Rómába tényleg. Róma meccse mész? Róma, most Barcelona, most kell, nincs ilyen kézzétek. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra.